Sárika. Maga a legszebb nő, akit én világéletemben láttam. Mióta én magát megismertem, azóta csak verseket írok, csak szerelmes verseket írok, csak írok, csak írok. Mondja, akar ezt elolvasni magának a versenyben? Akarom, Gézuka, olvassa fel a verseket. Sajnos nincs nálam az olvasom szemüvegem, de annak ellenére nagyon szeretem magát. Mondja maga, hogy van vele? Maga is szeret engem? Hát annyira, hogy úgy döntöttem, hogy ma este magáéhez. Felmegyek magához. Sárika, boldoggá tett engem. Várj csak, van itt egy gyógyszertár. Oda beugrok, egy perc, aztán jövök. Hála a jó Istennek, végre egy férfi. Gumiószerre lenne szükségem. Hát, azt hiszem, hogy itt ennek semmi akadálya. Azt javaslom, forduljon bizalommal a kisasszonyokhoz. Ugyanis nem patikus vagyok, hanem bék. Itt szemben van egy kérdésége, és csak egy kis uzsonnát hoztam a hölgyemet. Na, jó szerencsét, minden jó. Sajnos a dolog olyan hát nem használ.
Ugye egy nő életében vannak ám nehéz napok. Ne törődjön rá, Sári. Nekem már úgyis mindegy. Visszamegyek, beállok a sorba szárnyas betétől.